Kezdőknek angol mondatok és beszédgyakorlás. Hatodik rész. Ebben a részben meg fogunk nézni három mondat kezdés kifejezést, amivel okot tudunk adni arra, hogy miért történik valami, vagy miért csinálunk valamit, vagy mi a véleményünk róla, milyen okból kifolyólag. Az egyik az lesz, hogy the reason why, aztán it is important to, és az I have heard that. Nézzük őket egyesével, és persze be is fogjuk fejezni őket. Nézzük az elsőt. The reason why we need to study is to gain knowledge. Jó hosszú mondat, de már is megnézzük, hogy hogyan is áll ez a mondat össze. Tehát akkor van nekünk a kifejezésünk the reason why. A reason azt jelenti, hogy az ok. The reason az ok. A why pedig ugye amiért. Ugye tudjátok, hogy a kérdőszavakat nem csak mondatkezdésre lehet használni, tehát nem csak valós kérdőszói szerepben szerepelhetnek, hanem használhatjuk őket kötőszói szerepben is. Ugyanúgy, ahogy magyarul is, mint például ebben a mondatban. Ja, tehát akkor az ok, amiért, akkor ezt ugye ki is írjuk, hogy ez lesz a kezdésünk. The reason why. Oké, az ok, amiért. Szegény figurának ide a fejére írok. Oké, tehát az ok, amiért. Utána ugye kezdődne a második tagmondat, amit ugye már most megbeszéltünk jó sokszor, hogyha tagmondatot kezdünk, főmondatot kezdünk, mindig el kell kezdeni a mondatot egy alannyal. Ebben az esetben nekünk most a we lesz az alanyunk, tehát mi. Utána ugye jön egy segédige, ez a need to. Erről is volt szó már valamelyik leckében, hogy ugye három segédige után használunk to-t. Az egyik a need, a másik a have to, ugye a have-vel együtt, ugye kell, és a harmadik pedig az ought to, ami a should-nak a párja, tehát az a kellene. Nincs egyébként túl sok különbség köztük, talán az ought to egy kicsit formálisabb. Na tehát ugye ezért kell a to utána. Tehát akkor meg is vagyunk ugye ezzel a részével, hogy we need to. Mi szükségeltetünk csinálni valamit. Általában ugye így szokott lenni a mondat. Nem feltétlenül kell így fordítanotok, hogy szükségeltetni. Én azért szeretem így tanítani és így mondani, mert akkor utána már adja magát, hogy mi fog következni. Hogyha nagyon magyarosan fordítjátok, hogy nekünk szükségünk van valamire, akkor azt tapasztaltam, hogy ebből a szükségünk van valamireből az szokott következni, hogy aztán valahogy a have is belekerül a mondatba, ugye, hogy nekünk van. És akkor ez a nekünk van, ez valahogy a birtoklás fele tereli el a kezdőtanulókat. Tehát, hogyha úgy gondoljátok, úgy gondolod, hogy ez gond lehet, akkor inkább ezt tanácsolom, amit szoktam, hogy úgy fordítsátok, hogy mi szükségeltetünk valamit, vagy ha én, akkor én szükségeltetek valamit. Oké, tehát akkor ebben az esetben most nem valami lesz, tehát nem egy főnévi alakjon utána, hanem ugye we need to study. Ne felejtsétek el, hogy ezt így be is karikázom együtt, hogy a to az általában ige miatt kell. Ugye a need után a to-t azért tesszük ki, hogy egy igét kössünk utána. Hogyha nem igét köttök utána, akkor nyilván nem kell a to. Ugye, tehát akkor ide írom, hogy we need a dog. Ugye? Az egy O betű akarna lenni, csak nehogy félreolvassátok. Mindig elmondom, hogy olyan nehéz írni ezekkel a digitális ceruzákkal, össze-vissza csúszkál a kezem rajta. We need a dog. Ebben az esetben ugye a kutya az nem ige, hanem egy állat, ebben az esetben a mondatban ugye a tárgy, és emiatt ugye nem kell a to. Oké, de ugye nekünk a mondatunkba kell. Tehát we need to study, mi szükségeltetünk tanulni. Az ok, és akkor ugye kezdjük a mondatot előről, hogy most már értelme is legyen, az ok, amiért mi szükségeltetünk tanulni, és akkor most jön tulajdonképpen az állításunk. Az van. Ugye, akkor itt lesz az izünk. Miért is?
Hát azért, mert ugye tulajdonképpen itt ez az egész, amit előtte megállapítok, most, hogy nagyon leegyszerűsítsem, ez annak felel meg, hogy itt, ugye, hogy az. Keressük azt, hogy mi az az ok. Tulajdonképpen egyébként a reason, ami a legfontosabb benne, hogy az ok az. Ez, hogy amiért mi tanulni akarunk, az már csak egy kis kiegészítés hozzá, de maga a lényeg az a reason lenne, hogy az ok az az van. És utána egy érdekes kapcsolódás jön, mégpedig egy tus. Miért to? Egyébként helyes lenne inges alakkal is, tehát gaining is jó lenne, nem csak a to gain, de a to-val szoktuk kifejezni a célhatározást. Ugye, hogyha valami célunk van, ebben az esetben a gain azt jelenti, hogy szerezni vagy nyerni. Csak ne keverjétek össze a winnel. Oké, ideírom, hogy nem egyenlő a winnel. A gain az inkább ilyen elvontan valamit megszerezni, megnyerni. Itt mit is mond? Hát ugye knowledge, ez a tudás. Figyeljetek rá, hogy a k-t nem ejtjük. Knowledge. És akkor meg is vagyunk, ugye? Tehát akkor a to még egyszer azért kell, mert ezzel fejezzük ki a célhatározást, hogy az ok az ok, amiért nekünk tanulni kell, vagy szükséges tanulni, az azért van, hogy szerezni tudást. Ugye? Tehát ez a cél. Ezt a szerkezetet érdemes lehet úgy gyakorolnotok, hogy egészen idáig a to-ig leírtok egy pár mondatot, tehát the reason why we need to, és akkor megpróbáltok behelyettesíteni csak nagyon egyszerű kis logikai kapcsolódásokat, például az ok, amiért mi szükségeltetünk csinálni mondjuk micsodát. Például akár lehetne egy olyan, hogy amiért mi szükségeltetünk aludni, ugye, hogy amiért nekünk szükséges aludni, kicsit tegyük magyarosabbá most már, amiért nekünk szükséges aludni, az az van, is to. Na hát miért? Miért szükséges aludnunk? Hát mondjuk azért, mert mondjuk pihennek kell, mondjuk azért, hogy pihentek legyünk. Ugye, akkor ebben a kifejezésben, hogy azért, hogy pihentek legyünk, abban mi lesz az ige? Ugye itt is to van, tehát akkor az igét keressük utána. To mit csinálni? To be, mert hogy lenni, ugye? Hogy azért, hogy lenni, és pihent, ez pedig a rested. Ha valaki a relaxedre gondolt, nem olyan rossz egyébként, a relaxed is mehet edével, a kédeírom felé, de azért a relax és a rest az nem egészen ugyanaz. A rest az a tényleg a pihent, a relax az meg ugye inkább mentálisan relaxált, ugye, amikor valaki nem ideges. Szerintem a restednél, hogyha valaki pihent, attól még lehet ideges. Ugye, tehát a kettő nem ugyanaz szerintem, de gondolom ezen nem fogunk összevezni. Oké, tehát akkor a lényeg az, hogy lenni, pihent. Ha valakiben esetleg felmerült, akkor ugye ez az edély itt a szónak a végén, az azért van, mert melléknevet csináltunk a szóból, tehát ugye lenni, pihent. Milyen pihent, milyen relaxált. Az edély az erre fog szolgálni, és nem csak a múlt időre használjuk. Oké. Na, tehát akkor meg is vagyunk. Tehát próbáljátok ilyen mondatokat írni, ami egészen a to-ig legyen fix, és utána lehet ilyen kis logikai kis ügyességeket keresni, hogy miért szükséges valamit csinálnunk. Na, mehetünk is tovább akkor a következőre. It is important to exercise regularly for good health. Akkor itt nekünk az lesz a kifejezésünk, hogy it is important. Ide akkor ki is írom, hogy it is important. Az important lett, tehát, hogy már ismeritek, ugye ez a fontos. Megint csak van egy ilyen rejtett alanyos kezdésünk. Amikor ugye magyarra fordítjuk ezt a mondatot, akkor ez egyszerűen csak úgy hangzik, hogy
fontos. Oké, akár úgy is szoktuk fordítani, hogy fontos, hogy akár most nem folytatom. Az, hogy fontos, ez tulajdonképpen önmagában is már lehetne egy mondat. Akár ide tehetnék egy pontot is. Ugye magyarul is, tehát magyarul is mondhatnám csak annyit, hogy fontos. Ugye? Na most ettől, hogy még csak megállapítjuk, hogy angolul a fontos az az important, attól még az nem lesz elég. Főleg akkor, hogyha valóban úgy tekintetek rá, hogy ez egy mondat. Ugye fontos? Ha csak annyit írok, hogy important, akkor nem tudom a másiknak elmondani, hogy ez most van fontos, vagy volt fontos, vagy lesz fontos. Ugye hiányzik belőle megint csak az igeidő. Sajnos olyan sincsen, hogy megállapítjuk, hogy most, ugye, akkor már mondjuk az fél siker, ha már rájövünk, hogy hát ha most van fontos, akkor legalább kell az íz. Ugye, akkor legalább kiteszem. De akkor ugye megint felmerül a kérdés, hogy de hoppá, miért íz? Miért nem ár például? Ugye, hát mondhatnánk azt, hogy mert az többes szám. Na de hol van egyáltalán a többes szám? Meg hol van egyáltalán az alany? Ugye, tehát hiányzik valami innen előről, amihez igazítunk. Egyébként meg lehetne az ár is, mert mondhatnám azt, hogy ők fontosak. They are important. Az is teljesen helyes. De hogyha egyes számra utalok, hogy valami fontos, akkor ugye az a valami, ez a rejtett alany lesz, ez lesz az it. Ebben az esetben nem az ár. Oké, de az ár is lehetne, csak akkor több dologra utalunk. Tehát ne adjátok le ezeket a rejtett alanyokat, és sose alkossatok olyan mondatot, amiben csak egy szó van. Mert az nem mondat. Persze előfordul, hogy lehet mondani egymásnak, főleg élő beszédben, amikor már tudjuk, hogy miről van szó, elő lehet jönni ilyen dolgokkal, hogy important, ugye, hogy ugye, nem is tudom, hogy az ember úgy még hangsúlyozza, hogy csak mert, ennyi, fontos. De attól abban még akkor sincsen benne, hogy most, vagy van, vagy lesz, vagy micsoda. Úgyhogy ne hagyjuk ki. Tehát it is important. Ebben a példamondatban a tus verziót választottam, hogy folytassam a mondatot, ugyanis ez egy nagyon fontos szabály, ideírom a másik oldalra, hogy melléknevek után, ha ige jön, akkor tuval kapcsoljuk. Oké, tehát fontos, hogy csinálni, vagy hát igazából tornázni, ugye ez az exercise, ez inkább maradjunk a tornázniba. Fontos tornázni regularly, rendszeresen, for good health, az a jó egészségért. A mondat az ezt fogja jelenteni. Tehát akkor az important miatt van egy tunk. Oké, ezt ide nyilazom, hogy emiatt van. Na most a tu az már eleve vonza viszont az igét. Ugye, tehát nem kell már beletenni olyat, hogy it, vagy I, vagy they, vagy bármi, nem kell már személy, hanem ha tudjuk ezt a szabályt, hogy a melléknév után kapcsolhatunk egy tut, és a tuval már jön az ige, hogy mi csinálni fontos, akkor teljesen leegyszerűsödik a mondat, és nem kell komplikált mondatokat alkotnunk. Tehát it is important to exercise. Tulajdonképpen ennyi is elég lenne. Ez a többi rész már csak egy kis extra, hogy hogyan, meg merre, meg miért, meg stb. Tehát akkor fontos tornázni rendszeresen, regularly, és a for pedig, hogy a jó egészségért. A for általában jelenti azt, hogy számára vagy ért. Sok jelentése van egyébként, úgyhogy itt most elég erre figyelni egyenlőre, hogy számára. Számára ért, a jó egészségért. A jó egészség számára. A healthy-nél, vagy a health-nél vigyázzatok még arra, gyakran találkozok ezzel a problémával, hogy a health az egészség. És az egészséges, az pedig a healthy.
Oké, okay, ezt érdemes követni a mondatokban is, ugye, hogy magyarul hogy hangzik. Ha azt mondom, hogy egészséges vagyok, akkor milyen vagyok? Ugye, akkor ez lesz a melléknév. Ez a milyen. Milyen vagyok? Egészséges. Vagyis én vagyok. I am healthy. De ha azt mondom, hogy az egészség fontos, akkor meg ugye ez lesz a helyes válasz, az első. Ugye például, hogy health is important. Tehát nem mindegy, hogy ez meg ideírom az elejére, hogy ez a mi lesz. Ugye, hogy mi fontos? Az egészség. A másik meg milyen vagyok? Egészséges. Tehát ne kevergessétek a különböző szófajú szavakat, mert hát egyébként ki lehet találni, hogy mit akar az ember mondani, de nem helyes. Oké, tehát akkor meg is vagyunk. Itt is azt tanácsolom nektek, hogy gyakoroljátok úgy a mondatokat, hogy írjátok le egészen idáig, hogy it's important to. Oké, ez így jó, ha berögződik, it's important to. Egyébként, ha valakinek van kedve gyakorolni más jellegű szavakkal is, akkor az important helyet lehet még használni bármilyen más melléknevet. Mert ugye mit mondtunk itt fent a sarokba? Hogy melléknevek után, ha igen jön, akkor az to-val jön. Tehát itt lehet azt mondani, hogy könnyű, it is easy, nem tudom, angolt tanulni. It is easy to study English. Ugye? Vagy it is mondjuk nehéz, difficult, és akkor nyilván ezek után túljön mindenhol, oké? Okay? Tehát tú, és akkor utána egy ige. Ha pedig van kedvetek, akkor még lehet folytatni a mondatot valamilyen speciális kiegészítéssel, nem csak egyetlen egy igével. Oké, okay, na hát akkor ez is megvan, és nézzük az utolsót. I have heard that this restaurant serves great food. Itt, ami az érdekesség lehet, kapásból ez az I have heard that. A heard ugye a hírnek a harmadik alakja. Oké, okay, tehát a hír a hallani szónak a harmadik alakja. Miért kell nekünk ez a furcsa harmadik alak? Azért, mert van egy ilyen kód az angolban, ami úgy néz ki, hogy have plusz V3, ez azt jelenti, hogy az igének a harmadik alakja. Ha ezt használjuk, egyébként vagy has, mert ugye a hisítnél has-et szoktunk használni, ha ezt a kódot használjuk a mondatunkban, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy valami megtörtént a múltban, de számomra nagyon fontos a jelenben. Oké, tehát egyfelől megtörtént, de fontos a jelenben. A jelenben. Itt nagyon fontos, hogy nem használunk múlt idejű időszavakat. Oké, tehát, tehát tilos használni múlt idejű, vagy múlt időre utaló, úgy is lehet szebben írni, múlt időre utaló idő szavakat. Mit értek ez alatt, hogy időszavak? Például az olyan, mint a yesterday, vagy last week, tehát tegnap, múlt héten, stb. Oké, tehát az ilyen have-hez és harmadik alakos kódokkal nem tehetünk ki múltidejű időszót, mert ha kitesszük, akkor az már egyből múltidővé fog változni. Ha kitesszük az ilyen múltidejű szavakat, akkor az valószínűleg csak sima, hát egyszerű, ugye az egyszerű múlt, vagy folyamatos múltidő lesz. Oké, tehát folyamatos vagy sima múltidő. Nagyon fontos, hogy akkor ugye a have-hezzel, amit egyébként befejezett jelen időnek hívunk, nem használjuk ezeket. A másik, amit tudni kell róla, hogy miért is használtuk itt. Ugye azt mondja, hogy én hallottam. Mikor hallottam?
Hát azt nem tudom, hogy mikor hallottam, azért nem is mondom múlt időben, hogy hallottam tavaly vagy múlt héten, hanem az a fontos nekem ebben a szituációban, hogy valamikor hallottam az életemben. Tehát van neki egy ilyen jelentése is, hogy az életemben. Ugye? És miután, úgy szoktam mondani, hogy miután még élek, nem beszélhetek az életemről múlt időben. Oké, ha ez valakinek segít, akkor ezzel jól meg lehet jegyezni, hogyha valamit az életemben valamikor hallottam, de nem tudom, hogy pontosan mikor, vagy nem nevezem meg, akkor ez a have-hez és a harmadik alakos kifejezés lesz. Tehát hallottam valamikor, hogy. Ez lesz az alapkifejezésünk. Na nézzük, hogy mit hallottam. Azt hallottam, akkor elkezdek egy új mondatot, hogy ez az étterem. Ugye a this az egyes számnak ugye a mutatása, amikor közelre mutatunk, hogy ez a valami. A párja az a that, hogy az a valami. Egyébként lehetne az is, hogy that restaurant. Ugye, hogy nem ez az étterem, hanem az az étterem. És ugye hát az étterem, ha így ezt így összevetjük, akkor ugye az étterem az harmadik személy, ha behelyettesíteném személyes névmással, akkor ez az egész együtt az ittnek felel meg, vagyis, hogyha egy leírást adok az étteremről, ami sima jelenidő, akkor az a szabály, hogy utána az ige megkapja az esragot. Ugye akkor ez az étterem szolgál, és kitesszük az eset, mert ugye az itt miatt jön a plusz es, szolgál nagyszerű ételt. Great food. A food után viszont nem teszünk S betűt, mert hiába több ételre gondolunk, a food nem megszámlálható. Tehát az angol igazából nem nagyon mond ilyet, hogy foods. Lehetséges egyébként, de általában véve nem kell, nem szükséges. Csak így, hogy nagyszerű étel. És kész. Két, hogy oda nem kell. A great helyett persze egyébként lehetne használni még mást is, lehetne mondani, hogy delicious, finom, vagy tasty, ízletes. Oké, ezeket ide írjam, ismeritek ezeket? Tasty, ízletes, vagy delicious, ez is annyi, hogy finom, és így tovább, hát még lehet írni jó sok mindent. Oké, akkor itt is azt tanácsolom nektek, hogy írjatok le egy pár ilyet, hogy I have heard that, legyen meg ez a tagmondat, és akkor utána bármi mehet. Ha gondoljátok, hogy nem akartok, vagy biztosra akartok menni, nem akartok hibát ejteni, akkor egyszerűen maradjatok általános tényeknél, tehát, hogy a jelen időre tudjunk figyelni. Azt hallottam, hogy valami csinál valamit például, vagy valami van valamilyen. Tehát, hogyha itt valamiről beszélünk, mindig ittel, akkor, hogyha ige van, akkor eset teszünk ki, ugye ezt a, vagyis hát nem is apostrófes, azt nem jól írom így, csak ugye a plusz eset. Ha pedig nem ige jön, hanem egy leírás, akkor pedig ugye izzel írjuk le. Oké, tehát az igéhez eset kapunk, de ha nem ige van a mondatban, hanem azt mondom, hogy ez az étterem van jó, akkor ugye az úgy néz neki, hogy is good. És akkor nyilván az eset már nem kell sehova se kitenni, mert nincs ige. Oké, na hát, hogyha sikerül írni egy pár mondatot, akkor a kommentben örömmel fogadom őket, szívesen elolvasom, hogy miket írtatok. Jó tanulás nektek, ha kérdésetek marad, szintén kommentben jelezzétek, és hamarosan megyünk tovább. Bye-bye!